Sajnos nagyon fárasztó volt, úgyhogy nekem annyira nem tetszett. Mi az, ami lefárasztott téged? Nehéz volt a darab. Egyszerűen nehezen emésztem. Nem tudom, a poénok is olyan morbidok voltak számomra. Fárasztó és roppant idegesítő volt számomra. Azt mondanám, hogy ezzel kínozni lehetne. Nekem nagyon nem tetszett ez az előadás. Harsány volt, és hát nem is nagyon találok szavakat rá egyszerűen. Színészek túl nagy hangerővel adták elő, vagy játszották el a szerepeiket, és összességében nagyon gyenge szóviccek voltak benne. Ez túl hosszú volt. Már ez nem a rendezés hibája. És hát, hogy nagyon meleg volt. Hogy nekünk az újvidékiek jobban tetszettek. Nem, nekem nem volt fárasztó. Nekem, én szeretem az én mélységeket így megélni, így kívülről. Engem nagyon megérint az ilyen, nem fárasztó. A rendezésről kapcsolatosan a színek és a fények, tehát meg az egész zenei háttér, ami ment folyamatosan. Másrészt pedig pont arról beszéltünk itt előtte hármasban, hogy hát a halál az mindig ott lebeg előttünk. Tehát mindig ott van egy, amit nem kerülhetünk el, és ez a darab föllebbent a függöny, és erről szólt az egész darab. Hát mert ezt nem tudom, hogy miért gondolják, hogy fárasztó volt. Élvezetes volt maga a játék, élvezetes volt a szöveg. Teljesen újszerű volt a megoldás, kicsit meleg volt, de erről senki nem tett szerintem. Nagyon tetszett, meg sok vicces jelenet volt benne, ami igazából jó volt. Sziporkázó humora volt, végig lehetett nevetni a darabot, úgyhogy nagyon tetszett. Összességében tetszett, igen. A humor kifejezetten tetszett, és nagyon látványos is volt szerintem. Úgyhogy örülök, hogy láthattam. Az elején egy kicsit vontatottnak indult, úgy gondoltam, hogy a színészek nem elég jók, de nagyon jól szórakoztam, és remek volt a darab, úgyhogy gratulálok nekik így utólag is.